Ez egy darabkő, de nem akármilyen kő, ez egy kőlevesbe való kő. Kőlevesbe való kő. És itt a recept. El tudod olvasni? Megpróbálom. Az inkább elolvasom el, hogy jó? Mert nagyon apró betűvállal van írva. Kőlevesbe való természetes első osztályú jó magyar kő. Kőleves elkészítésének magyaros módja. Hozzávaló. Egy darab kőlevesbe való kő. Ez már megvan. Egy csipetnyi só, egy kanálka rizs. Nem, egy kanálka zsír, két szál kolbász, pár szem krumpli, zöldség, rizs. Elkészítés. Vedd ki a dobozból a követ, jól mosd meg, és tedd fel főni a tűzhelyre egy fazék vízben, vagy üstöcskében. Időnként egy jó hosszú fakanállal keverd meg a vizet. Amikor a víz már forr, kóstold meg a levest, cuppogjál hozzá nagyokat, és kérjél a háziaktól egy csipetnyi sót mondván, ha egy kicsi só volna benne, akkor még finomabb volna. A kellően megsózott levest ismét jól keverd meg, elégedetten bólogassál, majd kérj hozzá a háziaktól egy kanál zsírt mondván, ha lenne hozzá egy kanálka zsír, akkor lenne igazán jó ez a leves? Elesz bele a zsírt a fazékba, majd kevergetés egy cuppogtatós kóstolgatás mellett főz tovább egy ideig, a végsőkig csigázva a háziak kíváncsiságát. Azután, mint egy mellékesen említsed meg, a kőleves akkor a legfinomabb, ha egy kis kolbász is kerül bele. Miután a háziak hanyathobok rohannak a spájzba a kolbászért, szólj utánuk, hogy 200 kellene, egy neked és egy neki. Tedd bele a kolbászt a fazékba, és keverges, kóstolgass tovább, azután sohajts fel a következőképpen. Tudják, ha volna egy pár szem krumpliú, azt még beleapríthatnánk a levesbe. És ha még egy kis zöldség is kerülne, na az volna csak igazán fölséges. Pucoltasd meg a háziakkal a krumplit és a zöldséget, kérje hozzá még egy kis rizst is, és tedd hozzá mindezeket a leveshez. Amikor úgy gondolod, hogy a leves már megfőtt, kóstoltasd meg a háziakkal is, és elégedetten söpörd be csodálkozó elismerésüket. A kőleves mindezek után tetszés és ízlés szerint tálalható. Megjegyzés. Ha a háziak az ebéd elfogyasztása után ajánlatot tesznek neked a kőlevesbe való kő megvételére, kérjél tőlük akkora összeget, amekkorát nem szégyelsz. Azt még hozzáteszem, hogy a követ a Varáskő Kft-tól kaptok a dobozra.